Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Utcaavatás a volt operaház igazgató egykori otthonában. Radnai Miklósról neveztek el utcát Pomázon, aki 1925-től 10 éven át volt az operaház főigazgatója. Tevékenysége alatt ünnepelte az intézmény fennállásának 50. évfordulóját, amely alkalomból nagyszabású ünnepségsorozatot szervezett. Számos, ismert külföldi operát tűztek ki ez idő alatt műsorra, és igazgatása alatt több magyar zeneszerző műve is színpadra került. Ezek közül kiemelkedik a Két Kodály ősbemutató, a Hári János és a Székely Fonó, valamint Bartók Béla, a Fából faragott királyfi című műve. Neve zeneszerzőként is ismert, 2018-ban posztumusz a Magyar Állami Operaház örökös tagjának választották. Az ünnepélyes utcaavatáson Leidinger István polgármester mondott köszöntőt, aki az egykori operaház igazgató Pomászhoz fűződő kapcsolatáról beszélt. Radnai 1935. november 4-én budapesti otthonában elhunyt, özvegye továbbiakban is itt lakott a villában. 1945-ben bejelentkezett pomászi lakosként, 1950-es évek elején, 54-ben talán államosították a villát, elvették a családtól, és hát az operaház akkori főigazgatójának, Kodály Zoltánnak kellett közben járni, hogy kapja vissza, de hát olyan kevés volt a jövedelme, hogy magát az épületet fönntartani nem nagyon tudta. Meg kell említeni, és nagyon büszkén kell elmondanunk, hogy Radnaiék, amikor átépítették ezt a malmot, úgy építették át, hogy meghagyták a malomnak a kubatúráját, illetve hát az épület jellegét, tehát ez úgy néz ki, ahogy 1700-as években megépítették, és fantasztikus dolog, hogy amikor itt tulajdonos váltás történt 1999-ben, és a Hegedűs család költözött ide, akkor ugyanúgy építették át, ahogy annak idején Radnai Miklós, illetve ahogy a papmalomnak ki kellett néznie. Jelen pillanatban itt állunk most ennek a malomnak az udvarán. Radnai Miklós élete utolsó éveiben településünkön lakott, és számos ismert barátja volt otthonuk vendége ebben az időszakban. Dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, elődje munkásságát méltatta beszédében. Radnaiban Klébezbe kúló kultuszminiszter egy olyan személyiséget talált, aki, majd hallják az idézetben, tényleg nem volt klikkeknek a tagja, olyan fiatal volt, hogy szinte még múlt nélkül, elköteleződések nélkül érkezhetett meg abba a székbe, amelyet egyébként hát nem csak a külvilág viharai, hanem a belső klikkek hánykódásai is folyamatosan imbolygásra késztettek. Radnai Miklós zeneakadémiai tanár volt, Radnai Miklós zeneszerző volt, Radnai Miklós nem az operai körökből érkezett. Radnai Miklós újságot írt, de mindent valahogy ízléssel, addig írt újságot, ameddig a darabját az operában be nem mutatták, utána már nem kritizált, addig volt zeneszerző, ameddig az operai székbe bele nem ült, utána már nem szerzett zenét, vagy nem erőltette, hogy az operában bemutassák, úgyhogy egy csendes, mértéktartó ízlést hűen képviselő ember képe bontakozik elénk. Az utcaavatón két híres magyar operából csendültek fel áriák. Szegedi Csaba, az Operaház magánénekese, Erkel Ferenc Bánkbán című operájából a Hazám, Hazám, és Kodály Zoltán Hári János című művéből a Felszántom a császár udvarát áriákat adta elő. Mint száműzött kivándorol a sűrű ilyen át, s ott fergetekben nem levi vezérlő csillagát, az ember szív is úgy bolyong, egyedül, úgy tépik innen az orkán, mint az ember.
hát sok gond is jelz alatt, hogy szent hazám is hűs neve szebb létben megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, s még itt a pránkárán. Hazám borítja a szám fölél, s elvíz becsületem. Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták a Radnai Villa falán elhelyezett emléktáblát, majd elhelyezték az új utcanévtáblát. Ez már ott, jó? Tudom, hogy ez ilyen kötöző. Egyenes? Már vágtam el, de hogy hogy kell rá? Ő már tudott valamit. Csuktak neki. Amikor megvette a postrát, ő már előre gondolkodott. Pomázváros önkormányzata ingatlanokat bocsájt árverésre. A részletes tájékoztatást megtalálják a város honlapján. Világbajnokait köszönti Pomáz a Hősök terén. Adolf Balázs idén a Duisburgi világbajnokságon nyert aranyérmet kenu egyben 5000 méteren. Pluzsik Mihály Vejemben állhatott fel a dobogó tetejére kenu egy maratoni távon. November 1-től megváltoztak a házi orvosi rendelő telefonszámai. A Kossuth Lajos utcai orvosi rendelőben dolgozó házi orvosok a feliratban látható telefonszámokon lesznek elérhetőek. A körzeti orvosok kérése, hogy a mobilszámokra csak hívást indítsanak, üzeneteket nem tudnak fogadni. November 1-től a korábbi vezetékes telefonszámok csak reggel 7 órától 8 óráig és délután 16 órától 17 óráig fognak üzemelni. Időpontkérésre, táppénzes ügyek intézésére, beutalók, receptírásra, illetve egyéb adminisztratív ügyek intézésére a régi telefonvonalakon a továbbiakban nem lesz lehetőség. A Karib-tengertől Pomázig. Kőműves Éva kiállítása a telekivattai kastélyban ingyenesen megtekinthető. Nem sokára itt a Márton nap. Libafalatozás előtti hangolódásra várnak mindenkit a PMHK-ba, november 11-én délelőtt lesz egy kis testmozgás, kézműveskedés és egy fantasztikus táncház a Kevély és a Dunazug együttes közreműködésével.
November 11-én szombaton ismét lesz képviselői reggeli és piaci bazár. Várnak mindenkit nagy szeretettel. Márton napi hagyomány. Márton napján hagyományosan a délután 5 órakor kezdődő mise után fáklyás felvonulás lesz a katolikus templomtól a német iskoláig, ahol vendégvárással és tábortűzzel ünnepli meg a sváb közösség a Márton napot. Pomász futballcsapata az első helyen. A Péceli pálya használhatatlansága miatt a Maglód nem tudta lejátszani a mérkőzést, úgyhogy Pomáz van az élen a bajnokságban. A következő mérkőzés november 11-én 13 órakor lesz Pomázon a Vác Deákvár együttese ellen. Feliratkozási lehetőség a polgármesteri hírlevélre. A két hetente megjelenő hírlevélben közvetlenül tájékozódhatnak a városban zajló színes és sokrétű kulturális életről, az intézmények, civil szervezetek tevékenységéről, a városban folyó beruházásokról, tervekről, a képviselőtestület munkájáról, döntéseiről. A hírlevéllel hiteles tájékoztatást kaphat mindenki, hogy a közösségi médiában alkalmanként torzuló hírekkel szemben valós információkkal rendelkezzen. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!